Dr. Pekán Krisztina háziorvossal beszélgettünk az elhízásról, annak kezeléséről és a megelőzésről. Az európai elhízás elleni nap május 22-e. A túlsúlyt sokszor ráfogjuk genetikai tényezőkre, ezzel nyugtatva magunkat, hiszen már esetleg nagyszüleink, szüleink is ezzel a problémával küzdöttek. Azonban a legtöbb esetben az elhízásunk hátterében a helytelen, rossz szegény táplálkozás, folyadékbeviteli szokások és a mozgásszegény életmód áll. Ezeken túl az elmúlt évben megváltozott a megszokott élethelyzetünk, és ez sem könnyítette meg a családok és az egyedülállók helyzetét az étkezések tekintetében sem. Dr. Pekán Krisztina háziorvossal beszélgettünk az elhízásról és arról, mit is tehetünk ellene. Köszöntök mindenkit, Pehán Krisztina háziorvos vagyok, és arra kaptam felkérést, hogy beszéljek egy picikét az elhízásról, veszélyeiről, az okairól, illetve a fogyás lehetséges módjairól. Először azt beszéljük meg, hogy mit jelent, hogyha valaki elhízott. Nem azt jelenti, hogy nem úgy néz ki, mint egy filmsztár vagy egy modell, hanem azt jelenti, hogy a testtömegindexe nincs 20 és 30 között. A testtömegindex egy szám, amit úgy képzünk, hogy a kilókban mért testsúlyt, elosztjuk a méterben kifejezett testmagassággal, tehát hogyha valaki 65 kg és 170 centi, akkor a 65-öt el kell osztani az 1,7 nézetével, így kapunk egy számot, 20 alatt sovány az illető, 20 és 30 között normál súly, és 30 fölött mondjuk azt, hogy túlsúlyos. Miért is kell beszélni erről, mit okoz az elhízás? Ízületi problémákat, tehát láb, boka, ízületi elváltozásokat, fájdalmakat, visszer problémákat, terheli a plusz súlycipelése a szívet, magas vérnyomást okoz. Ha a hasi zsírtömeg fölfelé nyomja a rekeszizmot, akkor sokkal nehezebb lesz a légzés is. Meleg ágya a cukorbetegségnek, ami aztán újabb szövődményeket okoz, illetve összefüggéseket találtak bizonyos daganatformák kialakulása és a túlsúly között. Az okai között ritkábbak a betegségek, meg bizonyos gyógyszerek. Sokan jönnek azzal a rendelőbe, hogy nézzük meg, hogy van-e pajzsmirigy betegségük, mert hogy túlsúlyuk van. Igen, okozhat túlsúlyt nem csak a pajzsmirigy betegség, egyéb hormonális betegségek is, de azért sokkal gyakrabbak azok az okok, amik a helytelen életmódból és a helytelen táplálkozásból fakadnak. Nyilván a helytelen életmódon a mozgásszegény életmódot értem. A táplálkozásnál meg érdemes arra figyelnünk, hogy annyira fölgyorsult például a háztartások gépesítése, hogyha valaki akár a gyermekkori étrendét tartja, például az én korosztályom beliek, akkor ma már sokkal kevesebb dolgot végzünk, akár a háztartásban a saját kezünkkel, sokkal kevesebb energiát használunk, hogy akár már a gyermekkori étrendünk sem biztos, hogy ma jó, még akkor is, hogyha akkor egészségesen étkeztünk. 30 év feletti életkor is egy rizikófaktor. Egyszerűen az alapanyagcserénk lelassul 30 év felett. Az alapanyagcsere az energiamennyiség, az a kalóriamennyiség, ami a szervezetnek ahhoz szükséges, hogy egyáltalán éljen, hogy mondjuk fekve töltsek egy napot. Ugyanaz a szelet kenyér, hogyha 28 vagy 31 évesen eszem meg, akkor sajnos sokkal jobban beépül 30 éves kor felett. A női nem is egy rizikófaktornak számít, a nők egyszerűen kevesebb energiát használnak föl a kisebb izomtömegük miatt, és van sajnos genetikai hajlam, ami ugyan nem azt jelenti, hogy vannak, akik joggal mondják, hogy persze én hajlamos vagyok, ezért hát kövér vagyok, ők is tudnak figyelni a testükre, csak nekik sokkal nehezebb, úgyhogy minden tisztelet nekik, ők egyszerűen ugyanannyit esznek, mint a társuk, és az több jobban beépül a szervezetbe. És lelki okok is lehetnek az elhízás hátterébe. Vannak, akiknek egyszer rossz a konfliktus kezelési technikájuk, ha dühösek, ha szomorúak, ha konfliktusban vannak valakivel, ha túl stresszes volt a napjuk, akkor esznek. Nekik például a fogyásban sokat segíthet egy pszichológus, mert az egy dolog, hogy azt mondom, hogy na én bánatevő vagyok, és ezt tudom, de jó, hogyha megtanulom, hogy miért alakult ez ki, és mit tudok tenni, hogy ne egyek, hogyha stresszes volt a napom, hanem mit tudok ilyenkor alkalmazni, milyen más technikát. Na most, hogyan lehet fogyni, és miért nehéz a fogyás? Az első szó, amit kiemelnék, hogy lassan, nagyon lassan. Én nem javaslok fél kilónál nagyobb testsúlycsökkentést egy hét alatt, ez havi 2 kilót jelent mindösszesen. A szervezet az állandóságot szereti. Arra törekszik, hogy állandó legyen a
vérvegy hatása, a vértérfogat és a testsúly is. Hogyha azt érzékeli, hogy meredeken, gyorsan csökken a testsúly, akkor be fog fékezni, és ugyanabból az élelmiszerből jóval több kalóriát visszatart, jóval többet beépít, mint egyébként. És ugye a szokásokat is meg kell változtatnunk. Na most a szokások megváltoztatása, az életmód és táplálkozási szokásokra gondolok, az nem egy egyszerű dolog. Hogyha azt akarom, hogy hosszú távon fönnmaradjon, akkor adjak saját magamnak időt, tapasztalja ki, hogyha eddig nem futottam hetente háromszor, és most elhatározok, az nem fog sokáig tartani. Határozzam csak el azt, hogy mondjuk egyszer 20 percet gyalogjuk gyors tempóba, és majd utána emelhetem ezt a mennyiséget. Van a szervezetben egy anyag, amit leptinnek hívnak. Ez a leptin, ez akkor termelődik, hogyha sok a zsír a szervezetemben. És az adnak ad erről jelzést. Az agy érzékelő sok a leptin, és kiadja a parancsot, hogy akkor kevesebbet egyek. Hogyha már hosszú ideje magas a zsír a szervezetemben, hosszú ideje magas a vérben a leptin szín, akkor az agy figyelmen kívül fogja hagyni. Tehát, ha már 10 éve túlsúlyos vagyok, sokkal nehezebb dolgom lesz a fogyással, mint annak, aki csak pár éve, ezért bíztatok mindenkit, hogy az első 4-5 kilónál már kapja fel a fejét, és kezdjen el többet mozogni, illetve másként táplálkozni. A fogyáshoz nagyon nagy segítséget adhatnak a szakemberek, a pszichológust már említettem, és a dietetikus. Én orvos vagyok, nem régebben beszélgettem hosszabban egy dietetikussal, és bizony nekem is nagyon sok újat tudott ő mondani, és kisteleken ez hozzá is férhető ez a szolgáltatás. Amit végül ki szeretnék még emelni, a családtagoknak a segítő szerepe. Ne azt mondjam a páromnak, hogy mozogjál többet, menj ki futni, hanem menjek vele, mert együtt minden sokkal könnyebb. Illetve, drága szülők, hogyha a gyereket nem az iskolakapuban teszik ki, hanem egy pár sarokkal odébb, ez apróság, és 4-5 percet jelent. De akkor megszokja az a fiatal, hogy bizony lehet gyalogolni későbbiekben is. Az evés az örömforrás. Ha nekem azt mondanák, hogy fogyjak le, cserébe nem ehetem a megszokott finom ételeket, akkor azt mondanám, hogy nem biztos, hogy akarok hosszabban élni, úgy, hogy le kell egy csomó örömforrásról mondanom, de ez a két dolog nem zárja ki egymást, hogy az evés öröme is megmaradjon, és meg egészséges is legyek. A Hét Szín Virág Óvoda Szivárvány csoportjának anyáknapi műsorát tekinthetik meg a következőkben. Szeretettel köszöntünk mindenkit, és akkor szeretném megkérdezni az anyák-apák napi műsort, fogadját az epet a gyerekeket.
Yeah.
Kuruc Éva, Mártonné Ménesi Erika, a Szőke Tisza otthonból, Szegedről érkeztek, és az idősebb korosztály foglalkoztatásához népi hagyományok felevenítése címmel tartották meg előadásukat a második Alzheimer Café rendezvényen. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Az intézményünkről egy pár szót szeretnék említeni. Lakóink összetételét tekintve pszichiátriai és fogyatékkal élő ellátottaink vannak. Bentlakásos intézmény és korosztályt tekintve, korképüket és szociokörnyezetüket tekintve is igen változatos képet mutatunk. A mentálhigiénés csoportunk tagjainak nagyon-nagyon fontos feladata, hogy minden korosztálynak megfelelő szabadidős foglalkozás programot és tevékenységet tudjunk nyújtani. A mai alkalommal kiemelten az idős korosztály foglalkoztatásáról szeretnénk beszélni, és azon belül is a hagyományőrző foglalkozásokról. De mi is a hagyomány? Szeretném önöktől megkérdezni, mit gondolnak, mi is ez a kifejezés, mit jelent ez a hagyomány, mi is van mögötte? Átörököltünk őseinkről, igen. Van-e még esetleg valami gondolat hozzá? Általában úgy tanultuk az iskolában, hogy szájról szájra terjed. Az ősök kincsei, tárgyi emlékei, szellemi öröksége, amit egy közösség tagjai továbbadnak, tovább örökítenek értékként, továbbadják a nagymamák a gyerekeiknek, az édesanyák, szintén a gyermekeik, a nagymamák az unokájuknak. A hagyományok sokfélék lehetnek. A mai alkalommal inkább a néphagyományokat emelnék ki, ami természetesen egy ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódva éljük meg az otthon lakóinkkal. Mi is ezzel a célunk? Természetesen az előbbi előadók már említették, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy az időskorúak aktivitásokat minél tovább megőrizzék, autonómiájukat, meglévő képességeiket, készségeiket szinten tartsuk és lehetőség szerint fejlesztjük is. A mentális jólétüket biztosítsuk ezáltal. A hagyományőrző foglalkozások nem elkülönülve, hanem általában komplexen építjük fel, tehát sokféle tevékenységet végzünk egy-egy foglalkozáson belül. Most ezt egy kicsit szétbontottam, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy szeretnénk családias légkört teremteni számukra, mert nagyon sok idős ellátottunknak vagy távol él a hozzátartozója, vagy már nem, és magányos. És ezek a foglalkozásoknak az is egy kiemelt fontos szerepe, hogy érezzék, hogy egy nagy család értékes és hasznos tagjai, és hogy nagyon szeretjük őket. De mi is ez a hagyomány? Sebő Ferenc így fogalmazta meg, amivel én is tudok azonosulni. A hagyomány nem ápolni kell, mert nem beteg. A hagyomány nem őrizni kell, mert nem rab. A hagyomány csak akkor maradhat meg, ha megéljük őket. És erre törekszünk mi is a hagyományőrző foglalkozásaink keretében. Az első típusa a hagyományőrző foglalkozásunknak a zenés foglalkozások, amikor is kis talos körben énekelünk. Régi népdalokat elevenítünk fel, nótákat, ezeket szőjük, kötjük össze csoportba. Ez miért is nagyon fontos? Mert ezekkel a dalokkal felidéződik bennük a régmúlt, emlékeket ébreszt bennük, élményeket nyújt, a közös élmény az, hogy együtt énekelünk, együtt vagyunk, egy flow élményt nyújt számukra. Természetesen a dallamszöveg, a közös éneklés is egy együttes élményt nyújt számukra. Lehetőség van csoportosan énekelni, lehetőség van egyéni éneklésre is ebben. De milyen jótékony hatással bír a zene? Kodály Zoltán szavaival szeretném ezt megfogalmazni. A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Vannak a léleknek olyan régiói,
amelyekben csak is a zenevilág ír be. Szeretném Önöket arra kérni, hogy egy olyan dalocskát énekeljünk el közösen, hogy legyen egy közös próélményünk, amit úgy gondolom tavaszhoz is kapcsolódik, és valamennyien ismerünk. Ez nem más, mint a tavaszi szél vizet áraszt. Énekeljük el közösen, megkérem Önöket. Gyógyír a mindennapokban. A zene természetesen az éneklés mellett mást is takar, zenét szoktunk hallgatni, CD-kről. És ami most nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt számunkra, hogy a Zenetudományi Intézet egy ilyen zenetérképet készített el, különböző tájegységeket ül el magába, és úgymond rákattintunk, kiválasztom közösen egy tájegységet, és annak az archívumából tudunk csemegézni. Leginkább élő, vagy már nem élő adathordozók előadását hallgathatjuk meg, nem csak ének, hanem zenei, tehát zenés előadásokat hallgathatunk meg, ami nagyon különleges élmény szokott lenni számunkra, amikor ezeket a hangszereket kézbe is vehetjük. Régi népi hangszereket, mikor megfogunk, megszólaltatunk, az valami varázslatos. Hál' Istennek van még néhány olyan kedves otthonlakónk, akik még citerázni tudnak, és számukra ez egy különleges élmény, amikor a többieket elvarázsolhatják, hogy ők még ezt bizony meg tudják szólaltatni. Különleges élmény ez. De természetesen annak is nagyon örülünk, amikor az intézményünkbe ellátogatnak zenekarok, és az ő zenéjüket csodálhatjuk meg. Volt, amikor citerások, kurulyások érkeztek, és mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Szegeden, Szeged napjához kapcsolódva kilátogathatunk, amikor felvonulnak népviseletben az együttes tagjai, és meghallgathatjuk, hogy énekelnek, táncolnak, és a népviseletükben gyönyörködhetünk. Ez mindig fantasztikus élmény, tehát az élő zenének azért egészen más varázsa van. A következő hagyományőrző foglalkozási típusunk, amikor táncos, mozgásos formákat elevenítünk fel, ezek közül ugye mi is most már inkább leginkább csak az ülőtánc. Nem tanulunk soha már új koreográfiát ebben az korban, illetve ebben az időskori démens állapotban már nem is ez a cél. Az a cél, hogy együtt vagyunk, és élményt adunk magunknak és a társainknak. Természetesen azért elő szokott fordulni, hogy egy-egy bácsi, egy-egy nénit kápa, és párban lopják. Erre nagyon jó alkalom a farsangi mulatság, a szügeti mulatság. Ez azért is kiemelendő, mert az improvizációs készségünket borzasztóan fejleszti, az egyéni kreativitásokat hívja elő, és természetesen felmerült az a kérdés is, hogy igen, tehát vannak olyan idős emberek is, akik már sajnos vagy kerekesszékből tudják csak ezt megtekinteni, hogy ő nekik mit nyújt. A kutatók, én így legalábbis úgy hallottam, azt mondják, hogy maga az, hogyha valakit csak nézünk, hogy táncol, az is az embernek egy ilyen emelkedett, fantasztikus állapotot tud nyújtani. Úgyhogy minden egyes korosztály, minden egyes állapotban lévő embernek a tánc, a zene egy felszabadító flow-élményt tud biztosítani. A zene természetesen sosem, mint ahogy említettem, magában
jelenik meg a foglalkozásunkon, hanem mindig összekötjük egy kis vagy mozgással, vagy pedig kreatív tevékenységgel. A munkástelep 100 éves fennállásának megünneplésén fellépett a Csengely Mozsaret csoport. Ezt tekinthetik meg a következőkben.